a mai napi célkitűzés, hogy pontyokat fogjak. Elnézést kérek, pontosítok, nagy, kapitális pontyokat szeretnék fogni, ezért is választottam a híres Harsányi horgásztavat. Kora reggel, hajnalban érkeztünk, a hely elfoglalása után a végszelékeket összeállítottam, felszereltem, majd a lehető leggyorsabban már be is vetettem. Addig, amíg a kapásra várok, engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam azoknak ezt a csodálatos környezetet és ezt a tavat, akik esetleg nem ismerik Harsányt és a Harsányi horgásztavat. A Harsányi tó nem túlzás, ha azt állítom, hogy mára európai hírű nagyhalastóvá fejlődött. Nem a halfauna a mennyisége, hanem a minősége a szembetűnő. Aki horgászott már itt, tudja jól, hogy itt rendkívül erősek, izmosak és nagyon szép egészségesek a halak az intenzív horgászat ellenére. Talán ez nem a sok horgásznak, hanem annak a nagy mennyiségű természetes tápláléknak köszönhető, ami a tóban fellelhető. Valószínűleg nagyon komoly kagylópadok és szúnyoglárva telepek találhatók, amelyek a halnak bőséges táplálékot nyújt. Ennek köszönhetően a halfauna nagyon jól érzi magát, és intenzíven fejlődik is. Itt ebben a tóban nem ritkák a 10 kg feletti kapitális egyedek, sőt, a tó legnagyobb pontjai meghaladják a 25-26 kg-ot is. A tó nem hétköznapi törzsállományát és nagyhal faunáját jelzi az is, hogy az itt megrendezett őszi bojlis versenyen 96 óra alatt 14 darab 20 kg feletti pontyot fogtak. Én nem emlékszem arra, hogy Magyarországon hitelesített körülmények közepette, versenykörülmények közepette ennyi idő alatt fogtak volna 20 kg feletti pontyokból ilyen sokat bárhol máshol. Tehát ez is jelzi azt, hogy nem hétköznapi horgászatra és nem hétköznapi halakra számíthat mindaz, aki ellátogat ide. Hopp, húzza, nézd, de a kapáson van. Már is horgon az első hal, ami ráadásul nem is ígérkezik kicsinek. Talán nem is csoda, hogy ezeknek a csábító körülményeknek és ezeknek a fantasztikus nagytestű raknak köszönhetően az év minden napján horgázták a tavat, amíg be nem fagy, illetve alig várják a horgászok, ahogy kiolvad, hogy már is meglephessék a tónak a partját. Itt ugye reális esély mutatkozik arra, hogy bárki megfogja élete halát. Legyen szó bojlis horgászról, vagy pedig finomszelékes féder horgászról, miközben sajnos ezeknek az öreg kitanult pontyoknak azért nagyon-nagyon el kell találni az ízlését, ugyanis nem mindig lehet őket horogra csábítani. Én a tegnapi nap folyamán érkeztem, a tavat körbejárva, a helyi horgászokkal, vagy a tóparton horgászokkal beszélgetve nagyon elkeserítő volt a kép, vagy az aktuális helyzet, ugyanis nappal szinte egyetlen egy darab halat sem tudtak fogni. Késő délután este felé láttam egy termetesebb halat, az jelezte azt, hogy azért persze lehet rájuk számítani, a sokszor megfogott és visszaengedett, kitanult öreg pontyok nagyon finnyásak lesznek egy idő után, nagyon-nagyon nehéz őket horogra csalni, nagyon el kell találni az ízlésüket, különben tényleg úgy eltelhet 1-2-3 nap, hogy egyetlen egy kapás nélkül ússzuk meg itt Harsányban is a horgászatot. Na most nyilvánvaló, hogy mi nemet szeretnénk, abban kívánok segítséget nyújtani, hogy hogyan tudunk eredményesek lenni, akár késő ősszel, ugyanis most a naptár novembert mutat. Ú, de szép hal! Tehát hogyan tudunk ilyen körülmények közepette is eredményesen horgászni? Ezeket a finomszerelékes, nagyhalas, féderbotos praktikákat kívánom most megosztani a kedves nézőkkel. Íde jó hal! Itt van már a part szélében. Karcsi, segíts légy szíves megszákolni, itt a part szélében nagyon sekély a víz, és csak hosszú nyelű merítővel lehet beérni. Fáradt már a nagy öreg putyka. Ó, ez az, emeld! Hú, de szép! Azt a mindenségét! Kezdésnek mekkora! Jó, micsoda gyönyörű egészséges ponty. Hát ez hihetetlen. Soha rosszabb kezdést. Gyönyörű egészséges, hibátlan hal. Gyors fotó is már engedjük is vissza, de előtt azért megmérem a súlyát, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen súlyban van ez a hatalmas tükrös. Mennyi? 12 kiló kereken. Azt a mindenit, ez a duci tükrös.
Csali megmaradt, a hal szájából ezt vettem ki. Ez még tökéletes állagban van. Vissza is dobom. Nem kell újra csalizni. Hát, ha sikerül egy újabb gyönyörű példányt minél előbb horogra csalni. Késő ősz meglepően szép időjárással ajándékozott meg minket. A téli sapkát baseball sapkára és napszemüvegre lehet cserélni. Vétek lenne kihagyni a horgászatot ilyen szép őszi időjárásban. Amíg az újabb kapásra várok, érdemes szót ejteni azokról a halsányi sajátosságokról, amelyek elengedhetetlenek az itteni sikeres horgászathoz. Az első és legfontosabb talán, hogy nagy távolságba kell a végszeléket bejuttatni. Mit jelent ez a nagy távolság? Minimálisan 90-100 métert kell tudni dobni annak, aki itt eredményesen akar nagy testű halakat is fogni. Ráadásul ez a nagy távolságra való horgászat még indokoltabbá vált ebbe az évbe, hiszen a sekély vízállás miatt a part szélében, a parti 20-30-40 méteres sávban alig 50 cm a vízmélység. Sajnos ez is beljebb tolta a halakat, ez is indokolja azt, hogy még távolabbra, egyre távolabbra kell bejuttatni a végszeléket. De egyébként is itt sajátosság volt már évek ezelőtt is, hogy csak azok tudtak igazán eredményesen horgászni, akik minél távolabb a tó középső részéhez tudtak bedobni. Valamiért napközben a hal behúzódik a tó középső parttól 150-170 méteres távolságába, és ott érzi magát biztonságba, vagy pedig ugye ott van az a táplálék, amelyről az elején már beszéltem, ott vannak azok a kagylópadok, ott vannak azok a szúnyoglárva telepek, amelyek a halnak biztos táplálékot nyújtanak az év minden időszakában. Ahhoz, hogy finom szerelékkel, tehát akár egy féderbottal is ilyen távolságban tudjunk horgászni, speciális eszközökre van szükség. Már is bemutatom azokat a féderbotokat, amelyekkel én ezt a feladatot most gond nélkül tudom megoldani. Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt állítom, hogy az a felszerelés, amelyet itt most használok, a maga kategóriájában az abszolút csúcsmodell. Akik ismernek és figyelemmel kísérik pályafutásomat, azok talán tudják jól, hogy évek óta foglalkozom botfejlesztéssel, bottesztéléssel. A Royal Carb Fader az általam fejlesztett botok közül a legjobb. És egyben a legkönnyebb, legrugalmasabb és minden olyan csúcsparaméterrel fel van ruházva, amelyet egy csúcsminőségű, pontos fiderbottól joggal várhat el használója. Ezzel a bottal és egy hozzáillő, megfelelő méretű ósóval nem jelent problémát akár 100-110 méterre, sőt, még akár attól nagyobb távolságra is bejuttatni gond nélkül a végszereléket. A Spro Royal Carb fiderbot család kettő méretben 3,90 m és 4,20 m-as hosszban készül. Én most a maximális dobótávolságok elérése érdekében mindkét botomnál a 4,20 m-as hosszat választottam. Egy újabb gyönyörű hal. Érzem a mozgásán, az a lassú, határozott, de ellenállás nem tűrő mozgás. Amikor megáll, méltatlankodva rázza a fejét, és egy centit nem lehet rajta mozdítani. Na, ezek az igazi nagy testű pontyok. Meg amikor így beláll szépen a bot. A horgászatot mindig azzal indítom, hogy zárt fékkel, teljesen beszorítva dobok, és ugye nagy távolságban dobok be, a főzsinór 20-as, ugye a zsinór nyúlása is akár több méter lehet, így bármekkora nagyméretű kapitális halat is akasztok, a fékhez csak akkor nyúlok, amikor már a hal a part közelébe kerül, vagy pedig érzem, hogy nagyon határozott, vehemens kirohanásokra készül. Nyilván a víz hideg, addig lehet talán 10 fokos, vagy még talán annyi sem. Tehát a halak azért nem küzdenek olyan vehemenciával, mint a nyári időszakban, de ne becsüljük le őket még a hideg vízben sem. Na most kell kinyitni a féket, mert a hal már közelít. Ó, de szépen megy. Egészen elment jobbra.
van már a parti sekély részen. Ú, de szép tőpont! Ez az. Húzd óvatosan. Azt a mindenségét. És milyen szép hal. Érdemes megnézni, hogy hogy akadt. Éppen ott csak egy vékony bőrdarabot fog, viszont ennek a vékony húsú horognak köszönhetően nem tépte, nem szakította ki. Tehát ezért is van jelentősége a finomszelékes horgászatnak, a lágy féderbotnak és a vékony zsinórnak, mert lám ezzel megfogható. Ez egy hagyományos, vaskos horoggal, erős bottal biztos, hogy nem fogtuk volna meg. Tizenegy hatvan. Hát kérem szépen, ezért szeretjük Holsteint. Ilyen halakat lehet fogni. Ahhoz, hogy igazán nagyot lehessen dobni, a létező legegyszerűbb, leghatékonyabb végszerékre van szükségünk. Pont olyanra, mint amit a kezemben tartok. A 20-as főzsinórhoz 15-ös fonott dobelőkét kötöttem, ez segít abban, hogy a lendületes dobások során sem fog elszakadni a főzsinórunk. A bot erejéhez egy 25-ös méretű pelletféderkosár pont elegendő, ez megtöltve olyan 60 g-ot fog majd kitenni, ezzel lehet a legnagyobb dobótávolságot, és ami fontos, legprecízebben pontosabban kivitelezni. A boton feltüntetett, akár 110 méteres dobótávolság, vagy a fölötti dobótávolság természetesen felcsalizva, csalival ellátva értendő. A kosár meghosszabbított alsó szárának köszönhetően hosszabb horogelőkét tudunk használni a visszacsapódás és gubanc garantált elkülése érdekében. Így nem kell azon aggódni, hogy dobás közben visszatekeredik a gubancgátló csőre, a felső gubancgátló csőre a felcsalizott horog. Ha hajszálerőkére fűzött csalival horgászom, mint ahogy most is látható, akkor minden esetben a horogelőkém fonott. Ez jelen esetben egy 12-es Haldorado Brax márkajelzésű, nagyon vékony és nagyon erős fonott zsinór, tökéletesen alkalmas erre a célra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szerelék finomságát megőrizve olyan horgot használjak, amely vagy kisméretű, vagy pedig nagyon vékony húsú. Én előnyben részesítem a nagyobb méretű, de vékony húsú horgokat, ami most föl van kötve, az egy 2263 típusú gamakacsú horog, amely a híres 2260B típusú horognak a továbbfejlesztett változata, A1 Hard acélból készítve, amely még acélosabb, még erősebb, de ugyanakkor mégis könnyebb. Azt tapasztaltam, ezeket a vékony húsú horokat sokkal előbb és sokkal könnyedébben felszippantják a halak, mint a nagy, vaskos, akár kisméretű horgokat. Egyetlen egy hátránya van ennek a vékony húsú horognak, hogyha túlságosan kemény, erős a bot, akkor sajnos ez a horog kigörbülhet. De egy olyan rugalmas féderbottal, mint ez gond nélkül használható. Erre volt példa az előbb kifogott hal is. Agresszív kapás. Ez újfenn nem kicsi hal. Nem engedi magát. Halak akkor vadulnak meg igazából, amikor a sekély vízbe kerülnek a parti zónába. Most gondoljunk bele, egy nagyobb méretű hal, egy 10 kg feletti hal magasságát tekintve is meghaladhatja akár az 50 cm-t. Na most itt a víz, jó esetben, hogyha elér az 50 cm-t, akkor sokat mondok. Tehát a halnak a hasa leér a meder fenékre. Ezt nem veszik jó néven. Ilyenkor megvadulnak, megugranak. No, itt kell nagyon vigyázni a partszéli fárasztás során. Ez
ez nagyobb, mint szerintem bármelyik eddigi pontyó, amit fogtam. Ezért be kell menni vízbe. Tanulva az előző kettő pontyó fárasztása során, gumicsizmára váltottam a bakancsot. Hát most már értem, hogy miért nem akartak kijebb jönni a halak. Jól látszik, hogy a csizmaszárat is alig éri el a víz. Itt van már a part szélében. Még nem láttam a halat, de burványai azt sejtetik, hogy hatalmas példány. Biztos veszem, hogy az eddigi legnagyobb. Jó, ez is egy hatalmas tőpont. Itt forgolódik már a lábam előtt. Azt mekkora hatalmas. Hú, nagyon óvatosan bánok vele. Bár ebben a botrugalmassága abszolút segítségemre van. Na most sikerült végre pipáltatni. Ó, és megvan! Ez hatalmas. Alig bírtam fölemelni. Te jóságos ég. Lehet ezt még fokozni? Hát ez Harsány igazi arca. Újabb hatalmas tőpont. Hibátlan, egészséges, minden pikkelyét megrajzolták volna. Jaj, menj! De nehéz! A hal pontos súlya 15 kg 94 deka. A krokodil pontymatrac hossza kereken 1 méter, ebből a hal minimálisan elfoglal faroktőig 80 cm-t. Farokuszony együtt szintén majdnem 1 méter. De jó súlya van. Azonnal vissza is engedem. Sok szép, kifogott hal után gondolom már sokan kíváncsiak arra, hogy milyen csalogatóanyagokkal sikerült ezeket a nem hétköznapi kapitális pontyokat megfognom. Elsőként azt az eredetanyag keveréket fogom bemutatni, amelyet most a késő őszi horgászatok során nem csak ezen a vízterületen, hanem sok más egyéb magyarországi tavon is eredményesen használtam. Egy nagyon tartalmas, de könnyen összeállítható keverékről van szó. Az eredetanyag lelke 1 kg peletes fekete. A harsányi horgásztavon ez kihagyhatatlan. Ezt még egy kicsit följavítottam, 0,5 kg top method féder, total fish nevű etetőanyaggal, és hozzáöntöttem az egész keverékhez, 1,5 kg száraz keverékhez, egy flakon CSL tuning, tengerkincs aromát, valamint körülbelül 1/3 üvegnyi top method flavor green pepper aromát. Az etetőanyag bekevert állapotában így néz ki, a total fish eredetőanyag adja ezt a barnás színét az egyébként fekete eredetőanyagnak, és akik ismerik jól a peletes feketét, tudják jól, hogy sok darabos peletszem is található benne. Ezeket kiszedtük az eredetőanyagból. Az eredetőanyag bekeverése után egy finom törőrostán az egész át lett keverve, annak köszönhető ez a finom, homogén állag, egy kicsit szárazkása az eredetőanyag, tehát szándékosan nem kevertünk túl sok vizet hozzá, sőt, éppen ellentétesen nagyon minimális mennyiségű vízzel lett bekeverve, annak érdekében, hogy még egy nyomással könnyedén összenyomható legyen, de a kosárból nagyon gyorsan kioldódjon. Ez az egésznek a lelke, ez az egésznek a titka. Vízbe kerülve a CSL tuningnak köszönhetően nagyon gyorsan, nagyon agresszíven terjed a vízben. A csali, amivel horgászok, és amivel az eddigi pontjaimat sikeresen megfogtam, az nem más, mint a kárpa bombom. Ez egy különleges 2013 évben forgalomba kerülő csali fajta, amely mind megjelenésében, mind pedig összetételében abszolút újdonságnak számít. Ezek mindegyike olyan ínyenc finom falat, mint egy bombon, vagy mint egy Raffaello golyó. Mindegyik csali alapja egy oldódó pelet, amely összetételét tovább javítottuk, még fogósabbá, még étvágygeresztőbbé tettük, és mindegyik kapott egy különleges bevonatot, amely apró mikropelet, őrölt pelet és különböző magvak keveréke.
Nagyon sok nagyhalas horgász használja a PVA termékeket sikeresen, amely során a PVA hálóba apró pelletszemeket, tört bojlit, vagy esetleg darált pelletet helyeznek. Ennek egyetlen szépséghibája van, ezt bejuttatni csak úgy lehet, hogyha a horogra ráakasztjuk ezt a külön kis csomagocskát. Ez legyen bármilyen kicsi, akkor is rendkívül módon lefogja a bejutatandó végszerelék maximális hatótávolságát, akár 10-20 méterre is csökkentheti az elérhető maximális dobótávolságot. Ezeknek a csaliknak a használatával ez a fajta plusz csáverő is már adott, hiszen ezek a pelletszemek, ahogy említettem, már rajta vannak magán a csalin. Természetesen ezek oldódnak le elsőként, és tovább fokozzák a csali vonzerejét. Majd rétegről rétegre haladva szépen lassan puhul föl a belső mag, miközben rendkívül intenzív aromakiáramlás, íz és aromakiáramlás jellemző a csalit. Nagyon messziről megérzik ezt a halak, és hogyha ott vannak a közelében, szinte biztosan vehető, hogy föl fogják ezt venni. A ponty horgászatában bizonyították rendkívüli fogosságát, és nagyon fontos szelektív fogosságokat ezek a csalik. Tehát, hogyha nagy testű halakra lehet számítani az adott vízterületen, akkor fölveszi, biztosan veszem bármilyen fogós bojlival és egyéb csalival a versenyt ez a fajta új csali kombináció. Négy különböző változatban kaphatók, a Black Squid, a White Plum, a Choco and Orange és a Green Pepper. A négy közül most én a Green Pepperrel ezzel fogtam kivétel nélkül az összes halamat. A hideg vízben vagy a lehűlt vizekben ennek van egy olyan aromája, olyan különleges összetevője, amely garantáltan a leghidegebb vízben is nagyon gyors és nagyon agresszíven terjed. Döbbenetes, hogy az a csali, amit használok, alapvetően nem ad rövid időn belül halat. Minimálisan ebben a hideg vízben is el kell telni 15-20-30 percnek, de volt, hogy egy óra után görbült meg a bospice, míg most 5 perc, 9 másodperc telt el a bedobás óta. Hihetetlen, milyen gyorsan gazdára talált. Adja könnyen magát. Újra és újra neki iramodik. Pedig mire 100 méterről kihúzzuk a halat, mire sikerül kifárasztani, vagy a part közelébe hozni, azért az este döntő többsége már elfárad, de megérezve a sekély vizet, lám, újra neki iramodik. Fú, de szép tükör. Ez az. Ez is biztos, hogy veri a 10 kilót. Mekkora? Hihetetlen. És íme az előbb bemutatott csali ennyire oldódott le. Így néz ki a hal szájába. 13 kiló 84 deka a negyedik pontjom súlya. Ha jól számolom, 4 ponty több mint 50 kiló. De csodálatos hal ez is. Köszönöm, gyönyörűségem. Egy itt bevált csalizási trükköt szeretném bemutatni. Ez szükség van egy ollóra és egy szem kárbabomborra. Egy kicsit lemetszek a csalinak a végéből. Így is látszik, hogy milyen több rétegű maga a csali. Majd a fűzőtűre, mielőtt felfűzöm, egy darab sárga szivacsot fogok felfűzni az itt látható módon. Mindenképpen ennek a csalinak az eredményes használatához vastag fűzőtűre, vagy pedig egy kis vékony fúróra van szükség, aminek a segítségével könnyedén át lehet már magát a csalit szúrni. A szivacsnak az a szerepe, hogy kikönnyítse a csalit. Nem tudja elemelni, mert ez egy nehéz, süllyedő csali, de annyira kikönnyíti, hogy lényegesen könnyebben fel tudja a hal szippantani. Ezt fogom egy bojlis topperrel megütköztetni. És íme a halsányi horgászatok során bevált fogós csali kombináció. Thank you.
lassan lebukik a nap a hegyek mögött. Mindjárt hűvösre váltott az időjárás. Hát hiába, no, csak november van. Valószínűleg ez lesz a nap utolsó hala, búcsúpontja. Kíváncsian várom, hogy mekkora lesz. Ez is jóval, mint az eddig összes. Micsoda hatalmas, gyönyörű pont ez is. Hát ilyen halakat kívánok mindazoknak, akik ellátogatnak Harsányba. Ez a mai nap folyamán a hatodik és egyben utolsó halam. Lassan bestételik, a horgászatot és a forgatást befejezem. A hat darabnak a súlya összesen 80,9 kg. 10 deka híján 81 kg. Halak átlagsúlya majdnem 13,5 kg. Ilyen fantasztikus fogásokra lehet szert tenni Harsányban, hogyha hozzám hasonló módszer és technikával horgásznak a mindenre elszánt finomszelékes horgászok. Hasonló élményeket kívánok mindenkinek a Harsányi horgásztavon. Ezzel a gyönyörű szép ponttyal búcsúzom.